Sziasztok, Ádám vagyok, a Teketőt nézitek, és ha a Lenovo ThinkPad 10-est látjátok, ami a Lenovo 10 hüvelykes táblagépe az üzleti felhasználók számára Windows 8.1 operációs rendszerre, maga a tablet a Beatrail platformra épül az Intel-től, és hát egészen kellemes kialakítást kapott nyilván itt, ami az üzleti világba belefér. 10 hüvelykes kijelző IPS paneles és 1920x1080 pixel felbontású, mattított felületű, ez nem azt jelenti, hogy teljes egészében matt, csak minimálisan mattított. A kijelző alatt egy kapacitív Windows gomb van felül, kamera, illetve visszajelző LED, valamint sztereó mikrofonunk is van, az egyik itt helyezkedik, a másik pedig itt a keret szélén. Maga a keret nem annyira vékony, elég kis szélesnek is mondható akár. Ha megfordítjuk, a készülék hátoldalán találunk kamerát, mikrofont, illetve vakut hozzá, és két hangszórót, az egyiket itt, a másikat pedig itt, tehát ebből sztereó egységeink vannak, valamint van egy ThinkPad logónk, amin megszokott módon az ibetű világít. A készülék tetején, ahogy látom, két gomb van, az egyik egy bekapcsoló gomb, a másik pedig igazából nem tudom, de látom már a automata kijelző elforgatás letiltó gomb. A tablet jobb oldalán van egy micro HDMI, van egy kis kinyitható ajtó, ami mögött micro SD slot, illetve micro SIM card slot van, hiszen ez akár LTE képes is lehet ez a modell. Van hangerőszabályzó gombunk, illetve jack csatlakozunk. A gép másik oldalára pedig került egy teljes méretű USB port, egyrészt, illetve egy micro USB, amelyen keresztül tölteni lehet. A géphez tartozik egy billentyűzet is, ez itt látható. Ez egy egészen jó méretű billentyűzet, talán egy 14.6-os notebookét is felülmúlhatja, egészen nagy közökkel, és tényleg egészen jó nyomásponttal rendelkezik. Viszont mondjuk a touchpad az meglehetősen kis méretű, sajnálatosan, bár hát nyilván ennyi fért bele a gépbe. Ez a billentyűzet csatlakozókkal kevésbé rendelkezik, ahogy látom, viszont van benne egy kis rész, ahol a toll helyezkedik el. Ez itt látható, hiszen toll kezelésére is alkalmas, egy Wacom Stylus-t kapott, amelyet itt oldalt lehet becsúsztatni, illetve tartani a gépbe. Ha a tabletet egyszerűen csatlakoztatjuk, igazából ez így néz ki, hogy egy mágneses dokkolóról van szó, illetve így lehet lecsukni, akkor fogja billentyűzetként használni a gép ezt. Ugye nem vezeték nélkül, hanem dokkolóporton keresztül csatlakozik, ami itt látható. Ugye az áramot is a billentyűzet a tabletről kapja ilyenkor. Ha megnézzük, maga az érintőpanel nagyon jól működik, ezzel különösebb probléma nincs. A tablet különböző hardverekkel érhető el, ez például egy 128 GB-os flash háttértárral szerelt modell, illetve hogyha megnézzük a gépről az információt, látható, hogy már az új Intel Atom Z3795-ös processzor van benne, 1,6 GHz-es órajele, valamint 4 GB RAM-mal, van egyébként 8 GB RAM-mal szerelt verzió is ebből a készülékből. És ahogy mondtam, a kijelző az egyszerűen 1920x1200 pixel felbontású. Ez volt tehát a Lenovo ThinkPad 10-es üzleti tablet Windows 8.1-en. Kövessetek minket továbbra is a tekettő.hu oldalon. Sziasztok!